Szép jó estét kívánok! Köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mai adásunkban folytatjuk azt a beszélgetés sorozatot, amelyben székesfehérvári legendákat mutatunk be. Legendákat, akik a sporttal foglalkozva olyan eredményeket értek el, amelyekre méltán lehet büszke egész Székesfehérvár, hiszen tudjuk, hogy mi nem csak a gazdaság, nem csak a kultúra városa vagyunk, hanem a sportvárosa is. Vendégem Döbrentei Gyula, a Teleki Blanka és a Vasvári Gimnázium egykori kiváló fizika-kémia szakos tanára, aki generációkat tanított és nevelt fel, és aki Székesfehérvár alpolgármestereként a rendszerváltás egyik felelős városvezetőjeként is kiérdemelte a város polgárainak tiszteletét. És immáron több mint 6 évtizede szolgálja tanárként, a közélet megbecsült tagjaként a várost, és ma inkább nem erről beszélünk, hanem sokkal inkább a sportról, hiszen a tanár úrnak olyan sportkötődései vannak, amelyek azt hiszem, hogy méltán emelik abba a világba bele, ami számunkra fontos ma is. Nos, azt tudjuk, tanár úr, hogy 1952-ben érettségizett Pécsett. Aztán innét folytassuk, hiszen azt gondolom, hogy amire ide került Székesfehérvárra, nagyon is határozott elképzelései voltak a jövőről. Hát igen, Pécsen a Nagy Lajos Gimnáziumban végeztem a középiskolai tanulmányaimnak az utolsó 3 évét, ugye akkor még 8 éves gimnáziumi tanulmányok voltak elsősorban dominálóak, tehát később vezették be ezt a 4 osztályos gimnáziumot fel. Az első 5 évet én Újpesten végeztem, és a sporthoz való kötődésem ott kezdődött. Tehát az UTE-ban, az újpesti tornaegyletben kezdtem el atlétizálni. És akkor, amikor Pécsre kerültem, ott a PEAC-ba folytattam, és onnan az atlétikából a frissen alakuló kézilabda, kispás kézilabda sportba elcsábultam, a pécsi Dózsába kezdtem játszani én is. Az első években, ez olyan 51 tájékán volt, előtte csak nagypályás kézilabda volt az országban. És akkor kezdődött a kispályás kézilabda, és egymás után alakultak a csapatok, és akkor én az atléta múltammal átkerültem a kézilabdásokhoz. Na most 52-ben én Pesten a TTK-ra kerültem, tehát ott végeztem az egyetemi tanulmányaimat, kémia-fizika szakon, a természettudományi kar kémia-fizika szakán, és a sportot, amennyire a tanulmányok mellett lehetett, folytattam. Na most gondolom, az érdekes most, ha a sportról beszélünk, hogy a kémia-fizika szak mellett, hogy lettem én edző. Bizony. A sport területén. Valószínűleg egyrészt azért, mert amikor a 56-ban befejeztem a katonai szolgálatomat, és örültem, hogy egyáltalán élve megúsztuk, mert ugye ez a katonai szolgálat október végéig tartott, ez egy külön történet, hogy aztán milyen kalandos befejezése volt ennek, hát mindenki tudja, hogy 56-ban a forradalmi időket éltünk, és mi is kivettük a részünket valamilyen formában ebből. Na most akkor Fehérvárra kerültem, Teleki Blanka gimnáziumban kezdtem tanítani, és amikor oda bekerültem novemberbe, akkor éppen sztrájkoltak a tanárok, sztrájkolt a tantestület. A gyerekek meg egy kicsit olyan csellengőbe voltak, nem tudtak magukkal mit csinálni. Nekem a sport is hiányzott, meg
úgy láttam, hogy talán ez egy jó tevékenységi forma lesz, elkezdtem egy kézilabda csapatot szervezni a leányomból. Elég jó kis csapat összejött, egy év után már a városban a legjobb volt a Telek is kézilabda csapat, amikor 58-ban engem áthelyeztek a Vasváriba. És ezt a csapatot pedig, amit én ott összehoztam, ezt oda vette magához a sportiskola, az akkor frissen alakuló sportiskola, és az edzőjeként nem engem kértek föl, mert engem semmi képesítésem nem volt, csak valamit konyítottam hozzá, hanem felkértek egy testnevelő szakos tanárnőt, aki speciál tornász volt, úgyhogy ő se volt egy igazán labdajátékos. Na most átkerültem a Vasváriba, és megint csak hiányzott a sport, és megint csak elkezdtem utána nézni, hogy mit lehetne így csinálni. Az ottani testnevelő tanárnő a Kelei Ibolya volt, aki aztán Józsefbe kötött ki, ott dolgozott azt hiszem a aktív időszakának végéig. Elkértem tőle az atlétikai mutatóit a gyerekeknek, hogy mit produkáltak ők a pályán, ki milyen gyors, ki milyen messze ugrik. És ennek alapján meghívtam egy pár gyereket, hogy próbáljunk meg egy kézilabda csapatot alakítani. Összejött a dolog, akkor igazgatónk, a Csetóni bácsi, az támogatta az ügyet, és végül sikerült egy olyan csapatot kialakítani, amelyikkel két év után megnyertük nem csak a megyei középiskolás bajnokságot, hanem a felnőtt bajnokságot is. Még az akkori kohászt is legyőztük. Ami nagy szó volt. Ami nagy szó volt, bár hát az akkori kohász az nem az, ami aztán később, ami még kialakult. De tény az, hogy megnyertük a felnőtt bajnokságot, még NB2-es osztályozóra is eljutottunk, ott aztán nem jutottunk tovább. De az országos középiskolai bajnokság négyes döntőjéig eljutottunk. Most mindezt úgy csináltam, hogy semmiféle képesítésem nem volt, és az egyik testnevelő tanár kolléga egy másik iskolából azt mondta, te ezt ne csináld tovább. De mit, miért ne csináljam? Rontod nekünk itt a boltot, hát ingyen dolgozol, és mondja, akkor mi hogy kérjünk pénzt a munkánkért? Nem mondtam, nincs képesítésem. Szerezd meg! És így is történt. És akkor a TFN elvégeztem egy év alatt egy ilyen edzői képzést, akkor lett egy edzői képesítésem. Na most ezután ugye még a VT Vasashoz is kerültem edzőként, de 65-ben egyszerűen úgy éreztem, hogy elég volt. Ugye most nekem végül is kémia, fizika szaka a fő profilom. Reggeltől estig csak dolgoztam, de ott iskola, délután sportpálya, most már csak az iskola. Ezt csináltam 65 őszéig, tehát 65 elejétől 65 őszéig, lemondtam minden edzői munkát, és akkor az igazgatóm azt mondja, hogy te elment szabadságra, a szülési szabadságra a testnevelő tanárnő, aki az atlétikát vitte az iskolába, hát amíg visszajön, addig vedd kézbe őket, hát te értesz a sporthoz, van atlétikai múltad is, kézilabdából edzőid van, tehát valahogy vedd kézbe őket. És akkor, hát mondom, jó, hát pár hónapig ezt meg lehet csinálni. Elkezdtem az atlétikát,
összetoboroztam megint a gyerekeket, tehetségkutató, versenyek, minden. Akkor volt az a Somkuti versenysorozat, ami a középiskolások számára egy nagyon fontos megméretés volt itt a megyében. És sikerült az első ilyen Somkuti versenyen a középiskolák között második helyre fölvinni a iskola csapatát. És valahogy ott ragadtam. De két év után megint jött az a kérdés, hogy hát nincs edzői papírom az atlétikához. Ezen nem újon, hát beiratkoztam megint a TF-en a atlétikai edzőire, azt is elvégeztem, és utána 16 évig maradtam az atlétikában. Igen, és ráadásul nem csak az iskolában, hanem a Videótonnál és a Városi Sportiskolában. Igen, a Videótonnál, ugye ő azt hiszem 66-ban, miután látták, hogy itt alakul egy ilyen jó kis tehetséges csapat, 66-ban fölkértek, hogy menjünk át hozzájuk. És akkor valóban az iskola legtehetségesebb gyerekei átigazoltak, vagy leigazoltak az egyesülethez, és a Videótonnál, meg később a sportiskolánál is. Hát összességében az atlétikát 16 évig csináltam. A kézlabdát 9 évig. Ez egy óriási áttörés volt, és még ennél is jött egy nagyobb áttörés, én azt gondolom, mármint sport szempontból, hogy a Vasváriban, az országban az egyik elsőként megalakult 1974-ben már a sporttagozat. Az egy nagyon jelentős lépés volt, és ez szerintem annak is köszönhető volt annak idején, hogy az iskola jó pár sportszerető tanárral rendelkezett, nem csak testnevelőkkel. Hát a matematika tanára Lakos Imre például a labdarúgókat patronálta. A Tordai ugye ő testnevelő volt, ő vitte a természetjárókat, a tájfutóknak az edzését. Sherman mellett a Juhász Laci, aki matematikus volt, ők a kosárlabda elkötelezettjei voltak. Én ugye az atlétákat edzettem egy olyan testnevelő tanárral együtt, aki szintén az iskola diákja volt, Kormos Éva, Vermesné Kormos Éva, ugye ő is valamikor a Vasváriba járt, és atléta volt, úgyhogy egy jó kis társaság. Ez egy nagyon nagy áttörést jelentett. Mi voltunk a második osztály, 1975-ben indult ez a második testnevelési tagozat, és tanár úr volt az osztályfőnökünk. Tehát abból is kiderült, hogy azért egy fantasztikus csapat jött ott össze. Ódor Lajos, aki olimpikon lett, Sitkei Pista, aki ifi bajnokságot nyert magasugrásban, ugyebár a Sasvári Csilla. Igen, a Csilla, aki most szintén a médiában így van, található. Vörösmarty Rádió, Szacker Zsuzsa, aki NB1-es röplabdás lett, Sáringer Karcsi számolatlanul nyerte a versenyeket, Díszpetivel, akkor ott voltunk az ifi válogatott környékén, úgyhogy egy remek csapat. Mit jelentett ez pedagógusként? Hiszen azért egy sporttagozatos osztályfőnökének lenni az nem volt egyszerű. De hát tulajdonképpen miután az osztálynak egy jó része, legalább negyede, az nekem atlétám is volt, tehát egy többszörös kapcsolat fűzött az osztályhoz. De ugyanakkor az is igaz, hogy ez a sokfajta sport, sokfajta kötelezettség bizonyos esetekben ugye ez azzal is járt, hogy hol az egyik társaság ment el edzőtáborba, vagy valamilyen nevesebb sporteseményre, hol a másik. Ezt valahogy koordinálni kellett. De hát miután nem csak én, mint osztályfőnök, hanem az igazgatónk is, az Albert József volt, azt hiszem, akkor az igazgató már, mindenki szerette a sportot, és úgy éreztük, hogy a sport az egyik legjobb eszköz a
nevelési feladatok ellátására. Tehát az iskolában délelőtt tanulnak, délután pedig sportoljanak inkább, mint sem kocsmába járjanak, vagy akkor még ilyen, hogy kábítószer ilyen nem volt. De ilyen úgynevezett bulizás, vagy minek mondták ezt akkor, ilyen kis iszogatásos, hát nem azt mondom, hogy kocsmázás, de előfordultak, mit tudom én, cigarettázós, italozós összejövetelek, ahol mondjuk nem igazán a lélek épülését szolgálta az, ami ott lezajlott. És ehet, ha délután sportpályára ment a fiatal, és edzett, és önbizalmat szerzett a sikerei révén, az mindenképpen egy pozitív hozzáadás volt a neveléshez. Kik voltak azok az atléta fiókák, akire büszkék lehetünk, hiszen számtalan generációt nevelt fel tanár úr? Hát nézd, én megmondom őszintén, hogy a legnagyobb sikert azt én csak közvetve értem el azáltal, hogy felfedeztem a Vasváriba a Szabó Lacit, aki egy magas, 2 méter közeli erőteljes fiatalember volt, és emlékezetem szerint birkózni akart, én rábeszéltem a súlylökésre. Nem én voltam az edzője, de menedzseltem a dolgait, és ő magyar bajnok lett, többszörös magyar bajnok, válogatott, felnőtt válogatott, 19 méter körül lökte a súlygolyót. Hát szerintem ő vitte legtöbbre. Azért kevesen tudják, hogy a Boksai Zsuzsa például, a Boksai Zsuzsát is ön nevelte atlétának, aki rendkívül tehetséges atléta volt, csak aztán elcsábították. Hát ez pontosan így van, hogy a Zsuzsa ugye atlétaként kezdte. És én már a téli edzéseken, a teremedzéseken, ahol gyakran kosaraztunk az atlétikai edzések végén, ott rájöttem arra, hogy ez a lány nagyon tehetséges kosárba is. És rábeszéltem a Sherman Lacit, a testnevelőt, aki a kosarasokat edzette, hogy próbálja ki a csapatba. Kipróbálta a pechemre, mert ugye atlétikában is már a utánpótlás válogatottba hívták, olyan ragyogó gerelyvető volt. Először 5 próbázóként kezdte, aztán gerejnél kötött ki. És akkor az építőknek volt akkor egy ilyen NB1-es kosárcsapata Fehérváron, és annak az egyik vezető eljött hozzám, és arra kért, hogy engedjem meg azt, hogy az ő csapatukban is kipróbálják a Zsuzsát. És valami franciaországi túrára mentek, és rögtön el is vitték magukkal a leányt. Most az az érdekes, hogy a szülők azt mondták, a Zsuzsa szülei, hogy ők atlétának adták a lányukat, ők nem járulnak hozzá, hogy átmenjen másik sportágba. És akkor én beszéltem rá a szülőket, hogy ki kell próbálni, hát ahol jobban boldogul, ahol tehetségesebb, engedjük ott érvényesülni. És a Zsuzsából aztán nem csak egy kiváló játékos lett az építőkbe, hanem kijutott a moszkvai olimpiára is, a magyar válogatottal, és azt hiszem valamelyik évben az év legjobb kosárlabdázó nőjének Európa választották. Európa válogatott lett, most ugye Németországban él a Zsuzsa. Igen, úgy tudom, Olaszországban. Vagy Olaszországban már. Igen. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos. Melyek voltak a legnehezebb pillanatai tanárként egy ilyen osztályban? Ugye azt már említettük, hogy a sok edzés miatt azért más volt a munkarend. Sőt,
Te ezt pontosan tudod, hogy milyen küzdelmek voltak időnként, mert a magabiztossága, amit a sport adott a gyerekeknek, az néha abban is megnyilvánult, hogy egyes tanárnők az osztályban nehezebben tudtak a túlmagabiztos fiatalokkal szót érteni. Voltak ilyen konfliktusok, emlékszel rá te is, ugye? És ez, mint osztályfőnöknek kellett nekem valahogy kezelnem, rendezni, de hát túléltük. Miért ért véget az atléta edző pályafutása, tanár úr? Tulajdonképpen hasonló okok miatt, hogy egyszer csak úgy éreztem, hogy sok nekem már, ez a 80-as évek elején volt. Elég volt, és akkor megint azt gondoltam, hogy csak a munka, csak a tanári munka. Az a poén, hogy a Barabás volt, aki a kézilabdásoknak volt a mentora, edzője az iskolába, őt Kuvaitba elhívták edzőnek. Azt hiszem a kuvaiti válogatottnak volt egy-két évig az edzője, és akkor megint azt mondta az igazgatóm, te ameddig a Zsolt visszajön, addig nem néznél rá a kézilabdásokra? Hát ránéztem, de ez megint két évig tartott. Tehát az atlétikát abba hagytam megint azzal, hogy most csak a tanári munka, és pár év múlva ugye megint visszaugrottam a sportba megint, a kézilabdába. És arra is jó szívvel emlékszem, hogy azzal a csapattal is sikerült megyebajnokságot nyerni a középiskolák között. Tehát ezek évtizedekről beszélünk. Lelke Jobbik fele Márta néni, a felesége, aki egy remek tanár volt és egy szeretett tanár is. Hogy viselte, hogy Jószerivel tulajdonképpen a családdal foglalkozott, nyilvánvaló, de azért a délutánjai sporttal teltek. De vitathatatlanul nagy hálával és köszönettel gondolok erre az időszakra, mert elviselte. Sőt, időnként eljött nekünk megnézni mérkőzést vagy versenyt is, de természetesen azért nem lehetett könnyű, tehát rá nagyobb teher hárult a család dolgainak az összetartásába, de azért összetartottunk. Végül is a gyerekeink közül a lányom is egy darabig atlétizált. A edzője is voltam, aztán ő átpártolt a teniszhez. A fiam az csak úgy belekóstolt egy kicsit a dologba, de ő meg kikötött a kosárlabdánál. Úgyhogy a családunk egészében sportorientált volt, mindenki szerette a sportot, mai napig, de hát természetesen azért kétségtelen, hogy neki nagyobb tűrőképességgel kellett rendelkeznie, hogy elviselje az én gyakori távollétemet, hiszen a hétvégeket is gyakran elvitte a versenyek. Sport a versenyek. Rengeteg kihívás volt tanár úr az életében, és az utolsóról beszéljünk, mármint ami Székesfehérvár számára is kiemelten fontos, hiszen a közéleti szerepe az azt mondom, hogy egy nagyon fontos időszakban jött, rendszerváltást követően alpolgármesterként. Ez hogy jött az életébe? Hát elég váratlanul. Elég váratlanul az a helyzet, hiszen, bocsánat, tudjuk, hogy az első időszakban párhuzamosan még tanított is. 91-ig, igen, az utolsó osztályomat még kivittem akkor. Az a helyzet, hogy a rendszerváltás előtti években a fiam följárt, ő Pesten volt egyetemista, és följárt a Rajk lakására, ott volt az úgynevezett Rajk butik, nem tudom, hallottál-e róla, ahol a szamizdat irodalomhoz hozzá lehetett jutni.
ott mindig megvett bizonyos újságokat, folyóiratokat, és hazahozta. És egyre jobban felkeltette az érdeklődésemet a politikai események iránt, mindaz, amit ezekbe olvastam. Előtte tudatosan távol tartottam magam a politikától, hiszen én 56 után egy kicsit megégtem az egésszel. És a sport erre is jó volt, hogy hagyjanak engem békén mindenfajta egyéb dologgal, én csinálom délután a sporttevékenységet, és kész. De a 86-87-ben már egy kicsit elcsábultam megint, és 88-ban már följártam Pestre, volt a Városligetbe egy színház épület. Látod, a korom miatt nem jut eszembe a neve, mi volt annak a színház. Nem, nem ott voltak ilyen alternatív rendezvények, tehát akkor alakult az MDF, Fidesz, 88-ban ugye a szabad kezdeményezések hálózata, 88 végén abból lett az SZDSZ. És én följártam, érdeklődtem, és amikor megalakult az SZDSZ, a Szabad Demokraták Szövetsége a szabad kezdeményezések hálózatából, akkor én is ott aláírtam egy részvételi nyilatkozatot, tehát bekerültem abba a névsorba, akik az SZDSZ alapítói voltak. Itt megkeresett a Gyimesi Edit, talán a nevére emlékszem, szegény már meghalt, és itt a helyi szervezetbe akkor alakult, abba beléptem. De különösebb dolgokat nem csináltam. Részt vettem ezeken a üléseken, meghallgattam a dolgokat. Véleményt nyilvánítottam, amikor úgy adódott, de amikor voltak ezek a választások, akkor én mindenkinek drukkoltam a csapaton belül, de én nem hajtottam elindulni. Nem is indultam én az önkormányzati választásokon. És akkor úgy adódott valahogy, hogy a Fidesz túlnyerte magát az önkormányzati választásokon. Kettővel több mandátuma lehetett volna, mint amennyi volt a listájukon. Tehát volt két szabad hely a közgyűlésbe, és akkor valahogy úgy adódott, hogy erre a két szabad helyre felkértek két külső embert alpolgármesternek. A Kovács Lajost a gazdasági vonalra, engem meg a humán vonalra. Most ez a felkérés úgy szólt, hogy hát először megkérdezték, hogy akarok-e, kérdezte meg a Kovács Péter a mi pártunkból, a rő és emlékszel, ugye, a művészettörténész. Nem az én világom. Utána a Lánghugó, őt is emlékszem. Igen, matematika tanár volt. Ő akkor a Fidesz frakciónak már tagja volt, de akkor már megalakult a közgyűlés, és akkor már úgy elgondolkodtam, és akkor a polgármesternek egyik osztályvezető, a Békefi Győző, ő keresett meg. Szóval végül tulajdonképpen elvállaltam, hogy ha beválik, akkor csinálom, ha nem, akkor visszamegyek az iskolámba. Végül is bevált, mert egy sikeres időszak hát volt ez bevált, mindenképpen. De küzdelmes időszak volt. Tanár úr, még egyetlen egy dologról kell, hogy kérdezzem, mert ez elkerülhetetlen. Én azt gondolom, hogy mi egykori tanítványai, mikor szóba kerül a tanár úr, akkor jószerűvel mindig kimondjuk azt a szót, hogy füge tanár úr. Ó, tudom én, az persze. Amikor magatok között beszéltek. Amikor magunk között beszéltek. Most mondjuk el egy kicsit
a nézőknek is, hogy honnét jött ez a becenév. Mert ezt... Ez egy nagyon érdekes kérdés, és meg kell mondanom őszintén, hogy nem egészen tudom pontosan. Még a Telekibe kaptam ezt a nevet, valamelyik kézlabdázómtól, úgy tudom, és annak alapján, hogy volt valami magyar film, az egyik szereplőt, akihez állítólag hasonlítottam, Fügének nevezték, az volt a beceneve. Ennek alapján kaptam én is ezt a nevet. És minek utána én a középiskolás éveimben azt tapasztaltam, hogy az a tanár, aki ugrik a becenevéért, azt állandóan ugratják, úton útfélen, és a idegbajba kergetik az illetőt, ezért elhatároztam, hogy bármilyen gúnynevet kapok, nem fogom magam izgatni miatta. Így is történt. Így is történt. Tanár úr, jó egészséget kívánok önnek, köszönöm, hogy megtisztelt, Márta nénit is üdvözöljük, és természetesen én nagyon örülök, hogy köztünk van, és köszönöm, hogy megtisztelt még egyszer. Kedves nézőink, önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!